Dobré ráno prajem. Százharmincegy tanuló sorakozott fel a szlovák iskola udvarán a tanévnyitó ünnepségen, ugyanis ennyi diákkal kezdi meg a 2014-2015-ös tanítási évet az oktatási intézmény. Az évkezdést az iskola tanulóinak műsora tette ünnepélyesebbé, a város alpolgármestere pedig köszöntőjében a tanulás fontosságára, illetve a pedagógusok és a szülők közti együttműködés fontosságára hívta fel a figyelmet. Bízom benne, hogy egyre több gyerkőc lesz, aki felsőoktatási intézményben, illetve szakképzésben úgy vesz majd részt, hogy a tanulmányai befejeztével visszatér Sátoraljóhelyre, Zemplén fővárosába. De talán itt ezekben a napokban, ezekben a percekben egy kicsikét a jókedv fenntartása, illetve a szülőknek, pedagógusoknak egy kis útravaló adása arra vonatkozóan, milyen fontos az ő együttműködésük, hiszen az egy iskola akkor tud jól működni, hogyha jó pedagógusaik vannak, ugye ha tanulnak a gyerekek, és hogyha a pedagógusok és a szülők között nagyon jó a kapcsolat, talán ez az idei tanévkezdésnek a legfontosabb mondani valója. A legnagyobb változás azoknak a gyerekeknek az életében következett be, akik az óvodai csoportból kilépve az iskolapadokba ültek be, és a mindennapi játékot, a tanulás váltja fel. Őket első tanítási napjukon a város alpolgármestere egy baglyot formázó csengővel ajándékozta meg. Az iskola igazgatója amellett, hogy köszöntötte a tanulókat, szülőket és kollégáit, a tanév legfontosabb feladatairól beszélt. Kucik Júlia felhívta a figyelmet arra, hogy minden diáknak kötelező délután 4-ig az iskolai foglalkozásokon részt venni. Az oktatási intézmény pedig ennek megfelelően dolgozta ki a tantervet. A 8. és 9. órának kikiáltva ezt a foglalkozást, mi a szaktanári felügyelet mellett kívánunk természettudományos, környezetismereti, idegennyelvi órákat kínálni a tanulóknak, valamint a 8-osainknak középiskolára felkészítő foglalkozásokat, illetve hát a központi felvételi vizsgára felkészítő foglalkozásokat tartani, majd a 9. órában fognak felkészülni tanítványaink a következő napi tanóráikra. Így a szülőkben is tudatosítani kívántunk, hogy csak írásos kérelemre és indokolt esetben tudunk tanítványt délutáni foglalkozásról felmenteni. Nyilván lesz rá igény, hiszen alapfokú művészeti iskolánkban a szlovák iskolások elég számosan vannak jelen. Az ünnepséget követően valamennyi diák elfoglalta helyét osztálytermében, és hivatalosan is elkezdődött a 181 napból álló tanév.